A BSV fellépése mellett Farkasházi Réka és a Tintanyúl koncerttel, óránként cukoresővel és sok játékkal várják a gyermekeket az idei Városi Gyermeknapon május 29-én. A Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. Által szervezett rendezvény május utolsó vasárnapján 13 órakor kezdődik a Kavicsostói Szabadidőparkban, ahol idén is színes programokkal várják a kicsiket és a nagyobbakat. Fel fognak lépni a mezőkövesdi tánccsoportok, a Daya Dance, a Sky Dance, valamint a mezőkövesdi mazsorett csoport is. A színpadon láthatják még Bognár Krisztián bűvész produkcióját, a kicsiknek Farkasházi Réka és a Tintanyúl koncertjével kedveskedünk, a nagyoknak pedig Bírszívók együttest hívtuk el. A színpadi műsorok, koncertek mellett számos kísérő program közül válogathatnak a gyerekek. Három ugrálóvár is várja a kicsiket, vagyis külön ugrálóvár lesz a 3-tól 6 éves gyermekeknek, és két másik ugrálóváron szórakozhatnak a kicsit nagyobbak. Két arcfestő várja még a gyermekeket, egy légumdekoratőr fiú fogja megajándékozni a jelenlévő gyerekeket a különböző igény szerint elkészített, például lufi kutyával vagy virággal, amit kérnek a gyermekek. Aszfalt rajzolni is lehet, kézműves programokkal is várjuk őket, és a Mezőkövesd Városi Könyvtár is készül egy kézműves foglalkozással, valamint a kreatív gyermekek még a Matyóföldi Foltvaró Klub foglalkozásán is részt vehetnek. Emellett óránként cukoresővel kedveskednek a kicsiknek, de játszhatnak majd a kabócák és manócskák játszósarkában, megnézhetik a mezőkövesdi tűzoltók, a Vöröskereszt, az íjászok, a kutyaiskola bemutatóit is, valamint a gyerekek kedvenc mesehősükkel is lefotózkodhatnak majd május 29-én a Kavicsostói Szabadidőparkban.